Kedves videófilm néző, a következő kísérletben egy érdekességet fogok bemutatni, gyakorlatilag egy termékről, ami igazából szabadalmi joggal védett. Ennek a terméknek a tulajdonsága, hogy a többek között, hogy az olajat magába képes szívni, és miután magába szívta az olajat, gyakorlatilag, hogy biztonsággal magába zárja, így például környezeti vizek olajkatasztrófáinak a megszüntetéséhez, tavak, folyók, patakok vizének az olajmentesítésére, és miután ennek az olajnak a tulajdonsága az olyan, hogy a felület, bármilyen felületről is magába szívja és zárja az olajat, ezért alkalmazható különböző felületeken is, különböző olajszennyeződéseknek a megszüntetéséhez. Ez az anyag, ez gyakorlatilag a környezetbe kerülve és az olajat magába zárva már nem károsítja a természetet, önmagába lebomló anyag, bár ugye használta, kellő óvatossággal kell, hogy alkalmazzuk, hiszen ez egy speciális anyag. Ennek a részleteiről kérdezettek engem, Bújrisó Ferenc, 20-as, 92, 89, 226-os telefonszámon. A kísérletemben a következőt fogom mutatni, hát ez egy, mindegy, nem a reklám helye, egy motorolaj, 5V30-as Castrol Edge, amit én szépen ugye a víz felszínére fogok önteni, ahol az jól látható olajszennyeződést okozott. Hát most itt körülbelül durván egy újnyi magasságban elzárja a víz felszíne alatt levő élővilágot. Ezt az anyagot ugye a felületre szólva, nagyon óvatosan lefedem, gyakorlatilag ugye ezt az olajréteget a víz felszínén, ahol ez az anyag ugye az olajjal érintkezve egyfajta úgynevezett felületi feszültséggel magához vonza az olaj szemcsét, és magába zárja. Próbálom ugye olyan óvatosan ezt rászórni, hogy lefedjen ugye ezt a szépen én most megpróbálom, hogy lefedni ugye ezt az olajjal teli poharat, illetve vízet pontosabban, és nagyon szépen ugye megpróbálom úgymond rászórni a víznek a tetejére ezt az anyagot. Hát a pohár aljában egy korábbi kísérletben láthatók már ugye ártalmatlan maradványok, és ha jól megfigyeljük, ez az anyag szép lassan magába szívja ugye ezt az olajat. És ártalmatlanná teszi. És ezt a felszívódási folyamatot gyorsítani tudjuk, hogyha kevergetem ugye ezt a port a felszínen, és úgymond fokozom ennek az abszorbensnek ugye a felületi hatását, azáltal, hogy kevergetem és próbálom összekeverni ugye az olajjal, ezzel gyorsítom ezt a folyamatot. Viszont most szándékosan nem teszem meg ezt a lépést,
hogy jól látszódjon, hogy a közel 1 cm vastagságú olaj rászorva mi is történik pontosan. Jól látható, hogy kezd ugye szépen bedifundálni az olajba, és lassan, de lassan magába szívja ugye az olajat. Most ha nézzük ugye a tetején fölülről, akkor már látható, hogy gyakorlatilag ez az anyag, ez egy ilyen, hát egy kicsit olyan keményes anyaggá kezd válni, mint egy kis rugalmas úszó hungárocell kezd szépen lassan ugye megszívódni az olajjal. Most ugye ahhoz, hogy ezt a látszik, hogy a tetején ugye kezdi összeszedni, és ahogy kezd elnehezülni, és kezdi megszívni magát, így nyilván ugye ez a pillekörnyi anyag gyakorlatilag magába szívva az olajat elnehezül, és a folyadéknak az aljába kerül. Most, ha ezt élő vízben tesszük, akkor gyakorlatilag erre van egy eljárás, hogy még mielőtt ugye lesüllyedne, ez az olaj réteg egyébként kihalászható, és eltávolítható a víz felszínéről. És jól látszik, ahogy ez a por folyamatosan szívja magába a víz felszínén levő olajat. Érdekessége még ennek az anyagnak, hogy hidrofób tulajdonsága van, tehát víztaszító. Ezért például így tudja magába zárni az olajat, tehát a lesüllyed mondjuk a meder fenékre, onnantól kezdve egy természetes anyagként viselkedik, ami már nem szennyezi a környezetet, magába zárja az olajat, és azt onnan nem engedi el soha. Ezért, ha esetleg ugye a nem tökéletes lehalászás következtében a meder fenekére süllyed ez az olajjal szennyezett vagy felszívott abszorbens, ez gyakorlatilag nem szennyezi onnantól kezdve a vizet, és majd ahogy jól látszik, hogy szépen, ugye én ezt növelem ugye a szórás felületét, és a rengeteg olajhoz adok még ilyen abszorbenst, és ezzel ugye, és jól látszik, hogy nagyon szépen ugye jó nagy maszlaggá kezd összeállni, és jól kell megválasztani az arányt ahhoz, hogy ez tökéletesen működjön, de erre van technológia és tapasztalat, hogy hogyan tud ez így működni. Na most jól látszik, hogy nagyon szépen ez az anyag kezdi magába szívni az olajat, magától is, innentől függetlenül. Kezd ez elnehezülni, szintén megint, ugye, csak a példa kedvéért, most megcsinálom azt, megmutatom, hogy például ez kivehető egyben, tehát ezt így fogom, és mondjuk, ez egy ilyen trutymóként, megakadályozom, hogy lesüllyedjen ugye az aljára a víznek, egy ilyen gyurma-szerű anyagként ez eltávolítható ugye a vízből. És ugye már jól látható, hogy igen komoly tisztulást értünk el. Láthatjuk, hogy igen csak sok olaj szennyeződést eltávolítottunk a víz felszínéről. Na most még mielőtt ugye újra ezt megszórnám, oldalról mutatom, hogy gyakorlatilag ugye hát elég jelentősen csökkentettük az olaj szennyezettséget a víz felszínén. Na, miután ugye ez még tartalmaz ugye egy kis olajat a felszín, kezdjük el ismételten ezt a folyamatot. Hát jól számoltam, ez körülbelül alig
5 percet sem vett el az időnkből, tehát mondhatni azt, hogy elég gyorsan tudtunk ugye eredményt elérni. Hát én is meghintőporozom, hogy úgy mondjam, ennek az olajszennyeződésnek ugye a tetejét. Jól látható ugye ez az anyag, amit ugye kivettem, ez egy ilyen ragacsos anyag, ami érdekességét tekintően, hát ez meggyújtható és elégethető. Most ezt nem mutatom meg itt, mert ugye ez egy műanyag erény, de higgyétek el nekem, hogyha ezt én most meggyújtom, akkor ez attól függetlenül, a vízből vettem ki, ez bizony égni fog. Ugyanakkor, ha ugye ez ég, ugyanezzel a porral el is tudom oltani ezt a tüzet. Nézzük, hogy mi történik ugye a maradék olajjal ugye a víz felszínén. Ezt így egy kicsikét még így megpróbálom ugye ezt ezzel így össze kutyulni, és megpróbálom így összeszedni ugye ezt az olajat ugye a felszínről. Jól látszik, hogy ez az anyag le tudom vele halászni ugye erről a felszínéről, a víz felszínéről az olajat. Na most ugye ezt még addig tudom játszani, amíg ugye van olaj a víz felszínén, és azonnan teljesen el nem tűnik. Na nézzük csak, hogy történik, hogy itt van ez a kis maradvány tud. Hát én úgy látom, hogy még egy kis valami szórást megteszek, mert én úgy látom, hogy még van itt olajszennyezettség ugye ezen a víz felszínén. Alkalmazva az előző módszert, semmi más nem csinálok, ezt ugye meghintőporozom. És várok. Gyakorlatilag ugye ez a kis poracska teljesen magában nem szívja ugye a vizet. Most ugye jól megnézzük, gyakorlatilag ugye ez az anyag szépen lassan leszivárog ugye a meder fenékre, amit ugye nem tudtam kihalászni, ami ugye már nem szennyezi tovább a környezetet, és ha jól látszik, hát bizony látszik, mert az előbb még itt egy sárga folt volt, gyakorlatilag ez jelzi, hogy itt nincs sárga folt, ami annyit tesz, hogy nincs olajréteg ugye a víz felszínén. Most ugye hát ez egy gyorsított eljárásos videó. Megpróbálom ugye, látszik, hogy még mindig van ugye a felületen olaj, hiszen ugye ez csomósodik ugye ez a kísérleti anyag. És ha jól megnézzük, ott mögötte az bizony tiszta víz. Az olaj a felszínről nagyon szépen ez a kis kevergetéses eljárással összegyűjthető. Jól látszik, hogy gyakorlatilag
ugye most ezeknek az anyagoknak a leválasztása, az egy kicsit macerásabb dolog, tehát tökéletesen látszik, hogy a víz kristály tiszta, az olyan látható ugye a lesüllyedt gumuk, de az oldalát nézzük, gyakorlatilag ez teljesen víztiszta. Ez az anyag, ez gyakorlatilag már innentől kezdve nem szennyezi a környezetet. Ezt a maradványnak a tulajdonsága, hogy ugyan vízből szedtem ki, de tökéletesen elég, amit most nem mutatok meg, ezért ez például tüzelőanyagként hozzáadva tökéletesen újrahasznosítható. És a tiszta kanállal ugye jövök hozzá ugye a vízhez, jól látszik ugye, hogy ennek az anyagnak ugye nincs már olaj a felszínen, mert akkor egyébként szedne még össze, hogy megpróbálok még egy pici port rászórni, hogy esetleg van-e még valami olajszennyeződés a felszínen. Még van valami olajszennyeződés, úgy tűnik, mert még csomósodik ugye ez az anyag. És amíg csomósodik, addig gyakorlatilag talál olajat ugye a felszínen. Ami pedig nem, az pedig tökéletesen leválasztható. És még egy érdekes tulajdonságot mutatok, hogy megszórom a víz felszínét ugye ezzel a porral, és ha itt még talál olajat, gyakorlatilag akkor azt még magába szívja. Most fogom és ezt a kanalat átdugom ezen a vizen, és amit látható, a kanál az puskapor száraz marad. Nincs rajta víz. Átdugom, visszahúzom, és puskapor száraz maradt a kanál. Ezzel a tulajdonságával tudom igazolni azt, hogy ez a por, ez gyakorlatilag is, hogy láthatjátok, levezem a víz felszínéről, és por alakú. Fogom, és leszórom a víz tetejéről, mert hogy ez nem szívja magába a vizet. Ezért, hogy ami a por, ugye a meder fenék alján található, puskapor száraz tudtam ugye erről levenni, látható, hogy gyakorlatilag ezzel az eljárással az olaj eltávozott ugye a víznek a felszínéről. Hát talán ez a kísérlet mindenkit meggyőzött, amennyiben felkeltettem az érdeklődésedet, miután ennek a szabadalmi jognak az értékesítési jogával rendelkezem és megbízással, ezért hozzám forduljál a kérdéseiddel, ha esetleg bármilyen módon ez a téma érdekel, vagy megvásárlás, vagy együttműködéssel kapcsolatosan. Bújdusó Ferenc voltam, 20 92 89 226.